az idei tanév első növendék hangversenyét tartotta az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Zeneiskola november 17-én. A hangverseny célja, hogy az egészen aprócska növendékek is gyakorolni tudják a színpadi szereplést, és megmutassák a közönségnek, amit jelenleg tanulnak. A járványügyi helyzet miatt természetesen online módon. Minden évben szoktunk növendékhangversenyeket tartani itt a zeneiskolában. Feladata az, hogy a gyermekek be tudják mutatni, amit éppen tanulnak. Most a vírus helyzet miatt nem tudunk közönség előtt szerepelni, de azt gondoltuk, hogy mindenképpen fontos a megmutatkozás, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez az online fellépés lehetőséget biztosíthat arra, hogy a gyermekek be tudják mutatni, amit tanultak. A hangszerek széles skáláját vonultatták fel ez alkalommal is. A növendék koncerten a hangszeres tanárok választják meg a műsorszámokat. Elsősorban az éppen pedagógiai céllal tanult darabok bemutatása a feladat. A 18 műsorszámban az aprócska növendékektől egészen a nagyokig szerepeltek a diákok. A kicsik közül olyanok is, akik most szeptemberben kezdték a zenetanulást. Ők még csak néhány hangocskát tudnak a hangszerükön megszólaltatni, de nagyon fontosnak tartom az első szereplést. Három ilyen növendékünk lesz, aki először lép színpadra. És lehet a műsorszámok között látni azt a fejlődést, ami hát évek során megmutatkozik. Egy elsős gyerek még csak hangokat tud, egy nyolcadikos az már komoly produkciókra képes. A koncert fő célja, hogy szerepelni tudjanak a növendékek, hiszen fellépéseiket egy ideje zárt ajtók mögött közönség nélkül valósítják meg. A zeneiskola működését a vírushelyzet miatti korlátozások egyelőre nem befolyásolják. Mi még tehetjük a dolgunkat, tehát egyelőre csak a 14 év fölötti növendékeink tanulnak digitális módon. A kicsikkel azt gondolom fontos a kontaktus, és ezt még ebben a pillanatban mi is megkapjuk ezt a lehetőséget. Aztán meglátjuk, hogy később hogy alakul az életünk. Mi arra törekszünk, hogy életben tudjunk maradni, a gyerekek szeressenek zenélni, és tudjunk a jövőről beszélni. Tehát igenis, hogy fejlődni tudjanak, legyenek vizsgák, legyen olyan versenyszereplés, amin meg tudnak mutatkozni. Tehát maximálisan arra törekszünk, hogy ne érezzék a gyermekek hiányát semminek, a vírus itt ne befolyásoljon szakmailag semmit. A következő időszakban terveik szerint minden koncertet megtartanak, természetesen online módon. A növendékek most a Mikulás, illetve karácsonyi koncertekre készülnek, de a minden évben visszatérő tanári hangverseny sem marad el.